folytatódik, és igazából valahol el is indul a top pluszos fejlesztések. Az idei évben is folytatódik a terület és település fejlesztési operatív program plusz, fogalmazott Zalai Mihály. Az elnök kiemelte, 2022-ben a program elindult. 201 pályázat esetében már támogatói döntés is született, 43 milliárd forint értékben. Tavaly az állam előfinanszírozta ezt a programot, idén pedig elindul az Európai Uniós finanszírozás. Az előző fejlesztési ciklushoz képest jelentős mértékben megnő a vármegyében felhasználható összeg, hiszen közel 95 milliárd forintról indulunk. Zalai Mihály kiemelte, ez azt az elköteleződését is jelzi a kormánynak, hogy azokat a területeket, vármegyéket, amelyek fejletlenebbek, Ezeket kiemelten kezeli, és ezen térségekben magasabb fejlesztési keret áll majd rendelkezésre. 2013-ban már elindult ennek a területfejlesztési operatív programnak az előkészítése, amely 14 és 20 között zajlott, és most is azzal indult, amely a 13-ban egyeztetésekkel a Vármegye vezetése, kollégáink, a hivatalunk munkatársai, azok felkeresték a településeket, és olyan, olyan, pályázati javaslatokat, olyan fejlesztési javaslatokat kértek be, csatornáztak be, amelyekre a településeknek szüksége van. Ez szerintem a TOP kapcsán is bebizonyosodott, hogy ez a nagyon alapos előkészítés ez meghozta a gyümölcsét. Olyan pályázati felhívásokat tudtunk megjelentetni az irányítóhatósággal közösen, amelyek valóban a települések és az ott élők érdekeit szolgálták. Zalai Mihály hangsúlyozta: Az elmúlt években voltak olyan területek, melyeket nem lehetett fejleszteni, de a jelenlegi pályázati ciklusban erre is lesz lehetőség. Idén többek között gyógyfürdők turisztikai, energetikai fejlesztésére, valamint belterületi utak felújítására is lesz esély. A köznevelési intézmények számára újabb kapu nyílik ki, hiszen iskolák fejlesztésére is nyílik lehetőség. Zalai Mihály kiemelte, az elmúlt napokban a Gyulai és a Békés Csabai tankerülettel is folytak egyeztetések, hiszen több mint 4,2 milliárd forint iskolák fejlesztésére fordítható. A Békés Vármegyei Önkormányzat is nyújtott be saját pályázatokat. Többek között a Gyulai út egy szám alatt található volt tervező iroda épületének energetikája is így újul meg az idei évben. Zalai Mihály kiemelte, egy nagy volumenű önálló pályázatuk volt, hagyományi érték, közösség békés megyében címmel. Célja, hogy legfőképp a fiatalok körében megteremtsék annak a tudását, hogy milyen kincsekkel rendelkezik a vármegye. Többek között koncertsorozatot szerveztek Bartók Béla gyűjtéséből, valamint készült egy betyárok című musical, melyet a Szarvasi Szervinusz Teátrum írt. Emellett 3400 felső tagozatos gyermeket tudtak bevonni egy geocaching játékba, ahol sok tudással és ismerettel gazdagodtak. A játékban a békés megyei értéktár értékeit kellett használni. És készül még egy, egy nagyon érdekes projektelem van. Minden településnek az első írásos emlékét kutatja a levéltár egy kis csapata, a Békés megyei, -megyei levéltár csapata és hamarosan el fog készülni a teljes kutatás. Minden település meg fogja majd kapni Békésvár önkormányzatától azt, a, azt az első említést vizuálisan megjelenítve, kinagyítva és, és, és felismerhető módon megjelenítve, ahol, ahol, a település neve először Először leletírva valamikor a, általában a kora középkorban, hiszen E, mielőtt elpusztította a, a török, illetve a tatár az adott települést, általában azért már a tatárjárás előtt is nagyon sok települést név e, élt. Zalai Mihály kiemelte, a terület és településfejlesztési operatív program is adott lehetőséget útfejlesztésre. 4 és 5 számjegyű útak újultak meg 35 kilométeren, idén pedig még 14 kilométert fejlesztenek. Az elnök hangsúlyozta, az itt élők számára a legfontosabb a gyorsforgalmi utak fejlesztése, hiszen ezek a gazdaság fejlődésére is nagy hatással vannak. Az M44-es gyorsforgalmi útnak már csak a Szentkirály M5-ös autópálya közötti több mint 30 kilométeres szakasza a hátra, ezt 2025 második negyedévében adják át. Emellett folyik a tervezés egy Aradés-Nagyvárad közötti autópályáról, mely a későbbiekben össze lesz kötve az M44-es gyorsforgalmi úttal. Nagy szalontától délre kerül be a tervekbe egy lehajtó, és meghatározták azt a határátlépési pontot is, kötegyen környékén, ahol az útszakasz átszeli a határt.